kezeiket csókolom, jó napot kívánok. Nehéz ilyenkor megszólalni egy ilyen videó után, de próbálom egy viccel elütni, ami nehéz ilyenkor az embernek a lelke, hogy a maszk használatnak vannak előnyei, mert ha valami nem tetszik a beszédből, lehet úgy dünnyögni, hogy az ember nem látja, hogy ki az, aki rosszalló véleményt mond róla. A másik, amikor itt jöttünk lefelé, akkor itt néhány szurkolótársunk kérdezte, hogy hoztam magammal egy ilyen vastagabb kis dobozkát, azt mondta, hogy az a beszéd lesz, mert akkor elég sokáig leszünk itt. Mondtam, hogy nem, ennél rövidebb beszéddel készültem, de így sem lesz rövid, de annyi minden történt az évben, még akkor is, hogyha egy ilyen vírus rágta, de egy vicc jut eszembe az egész történetről, amikor az öreg nénike elkezd egy pulóvert kötni, és hát látja, hogy a fonálból már nem lesz elég a pulóvert ujjára, és hogy az nem tudja befejezni, és kérdezi az unokája is, mit fogsz csinálni? Hát akkor egy kicsit majd gyorsabban kötöm. Tehát, hogy én próbálom majd gyorsan elmondani azokat a gondolatokat, amik bennem vannak. Nagyon érdekes év volt ez, ha már évértékelőnek álltunk neki, mert egy sikeresebb éven vagyunk túl a megszerzett érmek tekintetében. Mert több érmet szereztünk, mint az előző évben. Persze ebben az is közrejátszik, hogy úgy szereztünk több érvet, hogy az előtte levő évben sok verseny elmaradt, de mégiscsak talán ezt az évet így a stabilitás évének tudjuk nevezni. Úgy lett a stabilitás éve, hogy közben rendkívül gyors átalakulásban van a világ, majd kitérek egy-két olyan gondolatra, amit csak ilyen gondolatébresztőnek szánok mindenkinek a fejében, hogy lássuk, hogy a sportban, a társadalomban és a társadalomból kifolyólag milyen átalakulások zajlanak a sportban. Most a járvány ellenére zártunk egy viszonylag stabil évet, úgyhogy talán most már lassan tudunk találkozni, talán már, hogy az ember mindig úgy van vele, hogy na jó, hát most már ez a járvány hullám még egy kicsit kisebb, remélem, hogy lassan el tudjuk felejteni. De így szeretném megköszönni azoknak az embereknek a klub nevében, azoknak az embereknek a helytállásokat, akik a járvány során sokat segítettek rajtunk, egészségügyi dolgozóknak, katonáknak, többek között olyan önkénteseknek, mint a Keller Jóci, aki a járvány alatt kórházban teljesített szolgálatot önkéntesként, illetve katonaként, és azoknak a rendvédelmi szervezeteknek. A Ferencváros próbált ezeknek az embereknek köszönetet nyilvánítani azzal is, hogy néhány meccsre ide meghívtuk őket, és itt tudták velünk nézni ezt a meccset. A járvány átalakított mindent, biztos önök is látják, hogy egész másként zajlanak a versenyek. Ki gondolta valaki, volna valaha is valaki, hogy olimpiát meg lehet rendezni nézők nélkül. Azt is lehet látni, hogy a nézőszámok azok 20%-kal alacsonyabbak világviszonylatban, mint amilyenek voltak a járvány megelőző időszakban, vagy még a normális életünkben. Ez minket még nem is visel meg nagyon, de érdemes kitekinteni arra, hogy a nemzetközi futballvilágban micsoda változásokat hoz. Van olyan német labdarúgó csapat, aki meccsenként 4 millió eurót veszít el jegybevételekből. 4 millió eurót. Most gondoljanak bele, hogy játszanak egy évben az egyszerűség kedvéért, most csak egy számot mondok, 25 meccset otthon, az egy 100 milliós bevétel, az szinte kibírhatatlan. Ez egyébként hatással van a futball körülvevő gazdaságra is. A kereskedelmünket átalakította. Csak meglepő dolgokat fogom, és bocsánatot kérek az idősebbektől, hogyha talán nem, a számukra nem releváns dolgot fogok mondani, de 30%-a a mi kereskedelmünknek már online formában megy. 30%-a. Ez azt jelenti, hogy az internetről vásárolják meg a Fradi termékeket, mezeket, ajándékokat, karácsonyi ajándékokat. És azt is érdemes tudniuk, hogy 82%-a jegyeladásnak az már online módon működik. 82%-a. Amikor építettük a stadiont, akkor kérdeztem, hogy a régi stadionhoz voltunk szokva, Tóni bácsi bent ült a pénztárban, és ahhoz voltunk hozzászokva, hogy van 16 pénztárunk. És amikor itt megépítettük, akkor mondták, hogy itt 5 pénztár, és az elegendő lesz. És
És mondtam, hogy nem, az lehetetlen. De hogy Németországban már ez így van, és eltelt most már jó néhány év a stadion használata óta, és az emberek 82%-a, akinek nincs bérlete, az online módon veszi meg a jegyét, és pont beszélgettünk, hogy néhányan meg úgy vannak vele, hogy beállnak a sorba, addig is dumcsiznak legalább, és akkor meg tudják venni a jegyeket. És a járvány átalakította az edzések lebonyolítását. Ugye volt egy olyan időszak, amikor nem lehetett közösséget összehívni, azon tanakodtunk még a tavalyi évben, hogy hát hogy lesznek így az edzések, és akkor Zoli mondta, hogy hát sehogy, mondtam, hogy az lehetetlen. Azt nem gondoltam volna, hogy az utánpótlást is lehet úgy átalakítani, hogy az edzők a gyerekeknek kiadnak a járvány idején munkát, azt számon kérik, beszélgetnek a gyerekekkel. Nagyon nagy előrelépés volt, de ez is a klubnak az erejét mutatja, és azt sem gondoltam volna, hogy egyszer eljön az az időszak, amikor egy játékosnak hetente kétszer, háromszor kell tesztelni ahhoz, hogy a hazai és a nemzetközi meccseken, például a labdarúgó meccseken részt tudjon venni. Olyan bődületes, tehát 100 milliókat költöttünk el csak a tesztekre, úgyhogy egy nagyon jóra való cég, aki dolgozik nekünk, és mégis 100 milliós költségeket jelentett az, hogy teszteljünk a labdarúgó csapat környékén. És persze ezzel egy időben egy furcsa változás, ami megvan, mert a közösségi életnek, ami szerintem egy nagyon nagy hiba, és pont a sport ez ellen tesz, a közösségi életnek is van egyfajta feloldódása. Mert nem megyünk társaságba, mert nyilván az emberek 20%-a nem kíván meccsre jönni, sokan nem akarják magukat beoltatni, az ember sajnálja ezt, de nem lehet tovább nyomni már, hogy oltassák be magukat. És beleillik abba a furcsa változásba is, amit az ember nagyon használ, főleg így 55 évesen nagyon, nagyon sajnál, hogy nem a közösség a fontos, hanem te vagy egyedül a fontos. Hogy az individuum a fontos, csak te legyél boldog, ne a közösséged legyen boldog. És ez a járvány egy kicsit rájátszik erre a dologra. A te boldogulásod a fontos, nem a családodé, a te boldogulásod a fontos, nem a csapatodé, a te boldogulásodé fontos egyedül, és nem a hazádé. Ez a világ van, nekünk ez ellen kell tenni, és a sport erre egy kiváló gyógyír, hogyha vissza tudunk állni majd a normális menetrendbe, akkor talán az embereket vissza tudjuk szoktatni ebbe a közösségi létbe. Nem tudom, hogy ez egy világkép, hogy az individuum fontosabb, mint a közösség. Én csak azt szeretném mondani, hogy én egyedülálló embert nagyon ritkán látok boldognak. Aki egyedül van, az nagyon ritkán boldog, és nekünk ezért fontos ezt a közösséget is egyben tartani, vagy fönntartani. Persze még rájátszik nem csak a vírus, hanem az átalakuló közösségi kommunikáció. Belefogok egy kicsit így a Facebookba, hogy a Facebookba is most már elég ráírni valakire, mint találkozni vele. Mert azt gondolod, hogy azzal el van intézve, hogy írtam rá születésnapjára, régen legalább fölhívtuk telefonon, vagy ugyanez van a mobiltelefonnal, hogy elég rádobni egy SMS-t, és nem fölhívni őt telefonon, pedig amikor szóban valakit felköszönt, az egy egész más menőséget hoz. Erre az átalakulásra már évekkel ezelőtt rájött a Kuman testvérek, angol első osztályban voltak edzők, és ott kiderült, hogy a játékosok azok nem beszélnek egymással a futballpályán. És akkor nézegették, hogy milyennek az oka. És az ő megfejtésük az volt, biztos sok megfejtés van, de az ő megfejtésük az volt, hogy azért nem, mert ők miközben ők egy meccs után elmentek egy pizzériába, leültek, az benyomtak két pofa sört, addig ezek a csávok ezek összeülnek egy csetszobába, és ott írogatnak. És a kumanok azok elkezdték tanítani, beszélni a játékosaikat. Most tudom, hogy abszurditásra fog, meg volt játékosokról, akik pontosan tudják, hogy a tengelynek beszélni kell, a kapusnak, a belső védőnek, a középső középpályásnak, a csatárnak, beszélni kell a mellette levő emberekkel, de ezek nem beszélnek. Azért nem beszélnek, mert összeülnek egy csetszobába. Csak a pályán nem tudsz küldeni neki egy SMS-t, vagy a Messengeren egy üzenetet. Ott beszélni kell. És akkor kumanok egészen egyszerű módon elkezdték őket tanítani futballot, vagy beszélni a futball közben. És el kellett mondani, hogy mit csinálsz. Most a jobb lábammal átveszem a labdát, és oda rúgom a balosodra. Légy szíves, vedd át. Csávó megkapta. Most a balomban a labda, átteszem a jobbra, visszapasszolom. És így tanította őket beszélni a pályán. Hogy ne legyen kellemetlen, hogy visszajöjjön ez az érzés, vagy ez az érzület. És nekünk ez is egy rendkívül fontos dolog. Ezt a társadalmi változást egy kiváló, régóta hajtogatom, egy kiváló társadalomtudós, egy Zimbardo nevű ember már felfedezte.
Ő azt mondja, hogy az XYZ generációknak óriási hibái vannak. Egyrészt nincsenek férfi ideálok, a családok hamar tönkre mennek, az édesanyák nevelik fel a gyerekeket, ezért aztán nincsenek férfi példaképek. Közben az edzéseken most már annyit nem lehet mondani a fiúnak, hogy úgy fenéken billentenek, most lehet ezt egy kicsit csúnyában mondani, úgy fenéken billentenek, hogy leég a hajad, mert akkor a szülő följelent, és akkor nem tudom, az egyenlő bánásmód hivatal ott áll mellettünk. Szóval egy furcsa átalakulása van, de az Imbárdó azt mondta, hogy ez az egyik, és a másik az, hogy a gyerekek játékfüggők. Majd erre később ki fogok térni, hogy ez hogy van. És olyan alapértékek is kútba vesznek, ami idáig számunkra teljesen érthető volt, hogy egy édesanya az nő, és egy édesapa az pedig férfi. Úgyhogy nekünk készülnünk erre arra, hogyha megint közösséget tudunk építeni, megint közösségbe tudunk járni, megint visszaáll a világ rendesen, akkor mi ennek az ellenszérumát be tudjuk adni, az, hogy ez egy normális társadalom, ez egy szerető közösség, itt megteszünk mindent egymásért. Mindennek az alapja, szerintem a mai világban, hogy infrastruktúrát fejleszünk. Mindennek az alapja. A régi infrastruktúrán ez nem megy. Azért nem megy többek között, mert az embereket az ideális térből, most megint fogok mondani a gyerekekre vonatkozó dolgot, ugye itt az amerikai gyerekeknek a 70%-a játékfüggő. És itt a Misiékkal, Norbiékkal, Kisbaranyiékkal próbáltunk ilyen mintákat levenni például az utánpótlás játékosainkból, ott is rengeteg játékfüggő gyerek van. Azért játékfüggőek, mert egy ideális világot épít föl eléjük a játék. Gyönyörű stadiont, embereket, ünneplést, ő egy fantasztikus sztár, úgy vonul be, hogy látja magát, és ott megtanul győzni. És hogyha a gyerekeket mi ki akarjuk csábítani a komputer mellől, azt rossz pályákra, azt koszos öltözőkbe, rossz mezekben, rossz cipőkben nem tudjuk megcsinálni, ezt nekünk túl kell szárnyalni, és azt kell, hogy érezzék, hogy egyébként az ő infrastruktúráik, ahova eljárnak sportolni, az jobb, mint amit otthon kapnak. Szebb az öltözőjük, nagyobb rend van, nagyobb tisztaság van, a kertjük sokkal szebb, vagy a kert, ami körülveszi a pályákat, sokkal szebb, hogy itt van egy normális közeg, így tudod őket csak kicsábítani a komputer mellől, egyébként nem lesz az egészből semmi, ezt biztosan tudom. Nekem a fiammal nagy vitáim voltak, a Marci már felnőtt gyerek, de nagy vitáim voltak annak idején a játékból és a játékfüggésből, alig tudtam kicsábítani ebből az egész rendszerből. Az infrastruktúra fejlesztés szerintem azért is fontos, mert nézőket is kell vonzani a stadionba, és a futball is fontos, meg az őt körülvevő show is fontos. Most felújítjuk a stadionunkat, 7 esztendő telt el, majd a stadionról néhány mondatot szeretnék majd mondani, hogy van miből felújítani a magyar államnak, hogy micsoda pénzt kerestünk ezzel a stadionnal a magyar államnak, hogy hány milliárdot kerestünk meg ennek a stadionnak a létével. Ugye kicseréljük az óriás kivetítőinket, itt a kollégáimat nyüstölöm arra, hogy az óriás kivetítőket tegyük ide kintre a stadionra kívülre, úgy, ahogy most befelé jövünk már a reptérről, csak arra gondoljanak, hogy egy külföldi megjelenik itt Budapesten, hogy ez micsoda a dolog, amit itt fejlesztettünk, hogy ott van az a gyönyörű multifunkcionális aréna, egy hatalmas LED kijelzővel, gyönyörű kivilágítással, aztán a nemzetközi buszpályaudvar, aztán a Telekom székház, aztán eljönnek itt a stadionunk mellett, már így is szép, de ha még föl tudjuk tenni a LED kivetítőket, és ott reklámokat tudunk megjelenítetni, olyan, mintha New Yorkban lennének, most kis túlzással mondom ezt. És innen eljutnak a Nagyvárad térig, és a Nagyvárad tértől befelé már beszél a város, hát olyan gyönyörű hely, hogy Európában kevés ilyen van. De ennek a dolognak a felzárkózásához nekünk fontos az, hogy a kivetítők kikerüljenek a stadionra kívülre. A perimétereket, tehát ezeket a fényreklámokat ki fogjuk cserélni a stadionban. 7 évvel ezelőtt még más szabvány volt. Most a mostani perimétereket a nemzetközi meccseken már nem tudjuk használni, bérelni kell nagyobb felbontású perimétert, mert a tévéközvetítésnek nem felel meg. A magyar meccseken még jó. Ezért most az a tervünk azzal, hogy azokat a fényreklámokat egyel följebb tesszük, hogyha ez sikerül műszakilag megoldanunk, és alulra veszünk egy nagy felbontású fényreklámot, és akkor ez a válogatott meccseken, vagy akár a nemzetközi meccseinken, ez lehet egy jó dolog. Világítást fogunk cserélni a stadionban, akkor, amikor a LED technológia megindulóban volt, akkor már nézegettük a stadionban, de nem voltunk benne biztosak, hogy jó lesz, ezért aztán lecseréljük most egy töredékét fogyasztja, mint a mostani világításunk, tehát lecseréljük a világításokat, és kamerarendszert bővítünk, ez nyilván a biztonság miatt rendkívül fontos. A pályafenntartó gépeket vettünk, és fotovoltaikus lámpákat,
ez a műnap, amit néha látják, hogy itt szoláriumoztatjuk a füvet, de akkor van csak szép pályánk, akkor tudunk, ugye januárban is most már van bajnoki meccsünk, vagy egész télen van bajnoki meccsünk, hogyha fűtjük alulról a pályát, és fölülről pedig úgy csinálunk, mintha a nap sütne, és akkor nő a fű alatta. Ezért aztán azokat bővítettük. És felújítjuk a múzeumot, ami már régóta várat magára, azért is fontos a múzeumnak a felújítása, hogy kívülről is be lehessen jönni, meccsnapokon is lehessen látogatni a mi múzeumunkat. Most a múzeumról tudnék beszélni önöknek egy napot körülbelül, hogy micsoda jelentősége van, hogy mondjuk hivatalos múzeum lettünk, hogy mennyi munkát elvégeznek a Csabáék például Tóth Potya ügyben, tehát hogy egy kiváló munkatársakat kaptunk a Csabával. Megújítottuk a népligeti infrastruktúránkat is. Itt is szeretném megköszönni, vagy hálásan megköszönni Paján Viktornak, meg a Báhid Bandinak, hogy olyan odaadással csinálják az infrastruktúra fejlesztést, Márkónak, hogy ilyen jó csapatban dolgoznak együtt, és tényleg amikor az ember bemegy, akkor minden úgy van megcsinálva, hogy ahogy ő azt csinálna, még akkor is, hogyha néha mostanában nem tudunk hetekig beszélni, de minden fejlesztés úgy van megtervezve, meg úgy van végrehajtva, hogy az a legjobb legyen a Ferencvárosnak. Futófolyosót újítottunk fel az atlétikában. Ez csak annyiból fontos, hogy a Ferencváros talán történelme során először nyert csapatbajnokságot atlétikában, tehát a sportolóink meghálálták ezt. Új edzősátrat csináltunk, ahol a világ legmodernebb futópadja és kerékpárjai vannak bent. Ezek általában az erőnléti fejlesztéshez fontosak, labdarúgás, utánpótlás, de a többi sportág is, hogyha az időbeosztás úgy van, akkor tudja használni. A labdarúgó utánpótlás főhadiszállását megújítottuk, olyan irodaépületet kaptak, ami Nyugat-Európában is kevés van, és ráadásul onnan két pályát lehet látni, tehát nyugodtan lehet meccset nézni, úgyhogy a szülőket nem hallja az ember. De a legfontosabb dolog az, hogy egy csomó orvosi vagy élettani mérést tudunk csinálni a játékosoknak, amivel segítjük az ő felkészülésüket. Felújítottuk az NB1-es, az NB3-as öltözőt és egy régi központi öltözőrészt, tehát most befejeztük az öltözőháznak a felújítását, most már egyetlen elaggott, rossz helyünk nincsen, és megcsináltuk a székháznak a bejáratát. Most persze felvetődik a kérdés, hogy miért csináltuk meg a székháznak a bejáratát, amikor majd úgy is lesz Fradiváros. Van egy mondásunk nekünk, hogy első benyomást nem lehet másodikra szerezni. Tehát ha belépsz valahová, akkor az elmond mindent rólad. És aztán kitaláltuk, végiggondoltuk, költséghatékonyan, amennyire lehetett, megcsináltuk a székháznak a bejáratát, az most úgy néz ki, mint egy rendes, nagy nyugat-európai klubnak a bejárata, úgyhogy nagy büszkeség ez is. Fölújítottuk a hoki utánpótlásnak a létesítményeit. Nagyon sok energetikai felújítást csináltunk. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye, mert a lakossági számlák azt a rezsicsökkentés védi, de egyébként a hivatalos nem lakossági számlák azok többszörösére mentek föl. Ezért aztán a mi költségvetésünk is nagyon megugrott mondjuk a gázár miatt. És ezért nem mindegy, hogy milyen kazánnal fűtesz, milyen energiaellátásod van, mennyit kell fizetni erre. Nagyon sokat költöttünk a Covid-ra, mert nem csak az öltözőkben, meg a folyosókon vannak ilyen fertőtlenítőgépek, hanem vettünk egy csomó fertőtlenítő mobileszközt, amivel csarnokokat ki tudunk fertőtleníteni, és erre föl kellett vennünk embereket, tehát ez egy ott a takarító személyzetnek törölgetni kellett hosszú időn keresztül, még most is csinálják a kilincseket, tehát hogy ez egy nagyon nagy munka volt. Amiben részt veszünk, és nem a biberuházásunk, de mégis fontos, hogy önök tudjanak róla, hogy itt a Telekom székház mellett épül egy irodaház és egy hotel. Ebben az irodaházban lesz egy 3 és egy 4 csillagos hotel is egyben. Ez azért fontos nekünk, hogy olyan hotel épüljön, ami szimbiózisban van a stadionnal. Mondjuk, ha ide jön egy csapat, akkor annak a csapatnak legyen közvetlen átjárása a hotelből a stadionunkba. Tehát ide jön a Chelsea, akkor ne legyen kérdés az, hogy a 4 csillagos vagy 4 csillag superior szállodában fog lakni, és akkor innen ők be tudnak sétálni úgy a stadionba, hogy ők védett helyen vannak, nem kell autóbusz, nem kell közlekedés, nem kell rendőr, nagyon megkönnyíti az életünket. Arról nem is beszélve, hogy az én álmom az, és majd kapcsolódni fogok még egy projekthez, az én álmom az, hogy amikor Fradi meccs van, akkor egy Győrből vagy egy Nyíregyházáról érkező ember, ugye a Fradi szurkolók, azt gondoljuk, hogy ez egy többnyire budapesti klub, de egy átlag fradi szurkoló a stadiontól 103 kilométerre lakik.
103 kilométerre. Tehát amikor beszélgetek velük, és amikor nekünk este 9 órakor kezdődik a meccsünk, ők nem tudnak hazamenni, mert nincs vonatközlekedés. De ha van egy 3-csillagos szálloda, vagy van egy 4-csillagos szálloda, akkor egy édesapa esetleg meggondolhatja azt, hogy a hétvégén följön péntek este a gyerekével, itt van, megebédel, utána megy vissza, vagy a meccs után itt maradnak, megebédel egy fradi sportolóval, és aztán vesz egy jó jegyet magának, eljönnek ketten ide, elsétálnak a gyerekkel, és aztán másnap mennek haza. Ezért aztán ez a fajta szimbiózis és a szállodafejlesztés az összefügg. A Nyíri Zolival nagyon sokat dolgozunk azon, hogy milyen technikai feltételekkel lehet majd a szállodából átjárni ide a stadionba. Itt kapcsolódik a következő dolog, hogy a multifunkcionális csarnokot, ahol január elejétől férfi kézilabda Európa bajnokságot fognak rendezni, azt február közepétől mi üzemeltetjük. Arra a sportcsarnokra nagyon sokan úgy gondolnak, hogy Magyarországon ez túl nagy. Ugye Európa egyik legnagyobb csarnokáról beszélünk, de én mindig azon gondolkodtam, hogy de hát ez egy európai csarnok. És miközben a Wizz Air nevű társaságnak nagyon olcsó jegyei vannak, néhány ezer forintért el lehet repülni Portugáliából, Spanyolországból, Angliából Budapestre. Hogyha van egy kis lehetőségünk, van a sportcsarnok közelében egy szálloda, van egy sportcsarnokunk, ott van egy jó rendezvény, akkor tudunk egy csomagot adni. Hogy gyere ide, lakj egy 3 vagy 4 csillagos szállodában, vegyél egy olcsó repülőjegyet, lakj egy 3 vagy 4 csillagos olcsó szállodában, és vegyél egy ilyen-olyan-amolyan jegyet, csomagba tudjuk árulni őket, és akkor szerintem a szállodának is jót tesz. Külön üzleti megállapodás majd a szállodával, ezeknek a szobáknak a gardírozása, és egy nagyon kedvező üzleti vállalkozás is kisülhet belőle. Február 15-től vagyonkezelésbe kapjuk a sportcsarnokot, úgy, ahogy ezt a stadiont is vagyonkezelésbe kaptuk, és ugyanolyan feltételekkel fogjuk ezt üzemeltetni. De ez nem csak ugye egy sportstadion, hanem ez egy koncertekre és kiállításokra alkalmas stadion is. Arról már nem is beszélve, hogy lesz lehetőségünk bemutatni azt, hogy már pedig egy sportlétesítményt, azt lehet nyereségesen üzemeltetni, mint ahogy ezt a sportpályát is, vagy ezt a stadiont is mi nyereségesen tudjuk üzemeltetni. Ugyanúgy lesz ez az új csarnokunkkal, szerintem abból nagyon komoly bevételünk lehet. És már formálódik a néveladása, és hogyha a néveladásból azok az összegek, amit nagyjából kialkuttunk, bejönnek, akkor az Magyarország egyik legnagyobb szponzorációs szerződése lehet, ami hosszú távra komoly bevételeket jelent a Ferencvárosnak, és fenntarthatóvá teszi a sportcsarnokot is. Azt érdemes tudniuk, hogy amikor még békeidők voltak a Covid előtti időkben, ebben a stadionban a meccseken kívül 200 rendezvény volt. Tehát csak azt szeretném mondani zárójelben, csöndesen, hogy mi tudunk nyereségesen stadiont üzemeltetni. Ezt a stadiont már úgy építettük meg, hogy már előre gondolkodtunk ezen. Én minden stadionépítésnél elmegyek az ismerőseimhez, bárhol épüljön egy stadion, és mindig elmondom nekik, hogy ne csak stadionba gondolkodjanak, és ne úgy gondoljanak egy stadionra, hogy micsoda költség fenntartani, hanem hogy micsoda bevételi lehetőségek vannak. És persze ezek közül nagyon sokan nem hallgattak rám, és nagyon sokat hibáznak, de most már a debreceni stadion kezd kikeveredni például ebből a káoszból, amit az első években csináltak, és ott is most már egy nyereséges üzemeltetés van. Csak gondoljanak bele, hogy itt a skyboxaink azok el vannak adva. 27 skyboxot értékesítettünk. Talán nem akarok butaságot mondani, de 100 000 euró éves költség fölött van. Tehát ez 35 millió forint, és 27-et üzemeltettünk. 1 milliárd forint bevétel van csak a skyboxokból. Igen, ezeket az embereket ki kell szolgálni, ezeknek az embereknek ételt kell biztosítani, de egy egész más dimenziót nyitnak ezek a lehetőségek manapság. Ez a stadion üzemeltetése nyereséges, de még egyszer szeretném kihangsúlyozni önöknek, hogy a stadionnak a megépítése is bődületes nyereséget hozott az országnak. Gyorsan elmondom a tételeket, hogy miből állt ez. Visszavettük az angoltól a telket. Tehát az állam azt a pénzt, amit egyszer már kapott, azt visszaadta az angolnak. És helyreállt a rend, ez mindig állami telek volt. Aztán utána megépítettünk itt egy stadion 18,5 milliárd forintért. Ennek 38%-a az adók és járulékok formájában visszavándorol az államkasszába. Ez azt jelenti, hogy a 18,5 milliárd forintból 7 milliárd visszament az államkasszába. Aztán utána eladtuk a telket több mint 5 milliárd forintért, ugye a teleknek a másik felét. Itt volt az a lehetőség előttünk, hogy építettük volna a stadiont kintre is, csak akkor nem tudjuk a teleknek a rosszabbik részét eladni. Nekünk futballpályának, otthonnak ez a rész tökéletesen megfelelt, és a telek értékesebb részét hagytuk kint eladásra. Budapest leghosszabb villamosvonal mellett egy metró megállóban
egy a reptéri folyosó mellett, szóval 1000 ér a autóbálya bekötéssel, tehát egy nagyon értékes telek lett. Azt eladtuk őt, mi ez újabb bevételt jelentett a magyar államnak. A Telekom ide építette egy székházat 50 milliárd forintért. Annak az adóbevételei, adó és járulékbevételei a magyar államnak 19 milliárd forintot tesznek ki. Csak maga ez az egybevétel, ez visszahozta a stadionnak az árát bőséggel. Csak ez az egybevétel. És akkor itt épül az az új épület, amiről beszéltem, hogy irodaház, szálloda, stb. Lesz méretileg körülbelül akkora, mint a következtetésünk az, hogy körülbelül az is egy ilyen 50 milliárdos bevételt hoz. Az újabb 19 milliárd forint bevétel. Ez azt jelenti, hogy a magyar államnak volt 50 milliárd forint bevétele, és volt 18,5 milliárd forint kiadása. Ez most nagyon leegyszerűsítve, még talán beleszámoljuk azt is, hogy a stadionra most elköltenek 3 milliárd forintot, 30 milliárd forint nettó bevételt jelent az államnak. Tehát amikor majd önöket megkeresik, és azt mondják, micsoda hülyeség volt egy stadiont felépíteni, mennyi pénzbe került az államnak, ezen az üzleten az állam keresett. De csak azért keresett, mert mi annak idején, én ilyen Kenta úrként, hogy képviselő is vagyok, és nagyon szeretem a hazámat, és közben a Fradi elnöke is vagyok, és nagyon szeretem a Ferencvárost. Ezt a megoldást találtuk ki már előre, hogy ebből egy jó üzletnek kell lenni. Arról már nem is beszélve, hogy néz ki az egész környék, nézzenek körül itt. Hogy a régi stadionban milyen volt eljönni, meg majd most milyen lesz, amikor ezek az épületek itt befejeznek, milyen érzés lesz. És hogy milyen fejlesztéseket indukált itt a környéken ez a fejlesztés. Arról már nem is beszélve, ugye, hogy a csapatunknak a nemzetközi szereplése, szerintem enélkül, a stadion nélkül nem lett volna a nemzetközi szereplésünk, mennyi adóbevételt hozott a magyar államnak. Ezt egyszer ki kéne számolni, hogy mennyi adót fizetünk be mondjuk az UEFA bevételek után, de bődületes pénzt fizetünk ott. Azzal az igénnyel fogunk bele egy ilyen dologba, hogy úgy fogjuk üzemeltetni, mint senki Európában. Azért néz ki úgy a népligetünk, mert az van a fejünkben, hogy nekünk jobbat kell csinálni, mint Németországban, vagy jobbat kell csinálni, mint az Egyesült Államokban, vagy jobbat kell csinálni, mint Ausztriában. És így vagyunk ezzel a stadionnal is, hogy amikor ide nemzetközi csapatok jönnek és körülnéznek a stadionba, akkor leveszik a kalapjukat. És amikor a Máté Bálint beszámol arról, hogy mit mondtak az UEFA ellenőrök, akkor már minket hoznak fel Európában jó példaként, hogy hogyan van megszervezve nálunk egy meccs. Azért, mert mi jobb akarunk lenni bárkinél. És amikor külföldre megyünk, elmentünk a Barcelonához, én nem voltam ott sajnos, de a Paliék hazatelefonáltak, Gábor, ha nálunk ilyen meccszervezés lenne, itt már egyetlen ember nem dolgozott, de mindenkit kirúgtál volna. Mert egy káosz volt a Barcelonánál, pedig ez egy világ legjobb klubja között volt egykoron. Mégiscsak túl tudjuk őket szárnyalni. Pedig kisebbek vagyunk, kevesebb pénzünk van, de az akarat az kétszer akkora bennünk, mint bennük volt. Talán az a kulcsa az egésznek, hogy itt mindenki bajnok akar lenni. Ezt sokszor szoktuk mondani, hogy nálunk egy takarítónő is jobb akar lenni bárkinél, meg a mosónők, meg a pályamunkások, meg minden, ők is azzal az igényel, hogy ők jobbak akarnak lenni bárkinél. És keressük az utakat, meg a kapcsolatokat, akár pályafenntartásban, vagy üzemeltetésben, akár szoftverekben, meg mindenben. Egy nagyon komoly szoftvert fejlesztettünk egyébként a Népliget üzemeltetésére, az egy nagy büszkeség, hogy az komolyan működik. Tehát jobbak akarunk lenni bárkinél. Most van egy dolog, amiben belefogunk, és aminek nincs példája egész Európában, az a Fradi város. Tehát itt toporgunk körülötte évek óta. Másfél év alatt sikerült az engedélyeztetésten intézni, hogy ott bontani tudjunk. Egy év alatt lebontottunk mindent, és elő van készítve a terep tulajdonképpen az építésre. Ki van írva a tervezői közbeszerzés? Ez azt jelenti, hogy ha a tervezői közbeszerzés, ugye megcsináltuk a koncepcióvázlatokat, tehát pontosan tudjuk, hogy mit akarunk építeni. Az összes szakosztálya le van egyeztetve a öltöző mérettől, az eszközökig minden, hogy mit szeretnénk ott csinálni. Most egy koncepcióvázlatot megcsináltunk róla, körülbelül tudjuk, hogy az épület hogy fog, vagy hogy kellene, hogy kinézzen. És most kezdődik egy tervezői közbeszerzés, és körülbelül úgy kell számolni, hogy 2023 tavaszán lehet megindítani az építkezést. Az építők pályán levő építkezés az 2 év alatt végbe fog menni, és utána átmegyünk a mostani sporttelepünkre, ott egy csomó mindent lebontunk, és az dominánsan a futballé lesz, és az még pluszban egy évet igénybe fog venni. Tehát az azt jelenti, hogy 2026 végére végzünk. Ez egy csomó mindennel összefügg, mert közben a fejünkben annak is benne kell lenni, hogy fejlesztjük a többi dolgokat. Persze döntő befolyása van a választásokra, mert abban egészen biztos lehetünk, hogy ha itt kormányváltás van, akkor ez a Fradi város nem fog megépülni, de majd később erre kiszeretnék térni.
Az a célunk ezzel, hogy Európa vezetőklubja legyünk. Tehát az én fejemben az van, hogy 4 csapatunk játszik a BL-ben. Tehát 4 csapatunk. A férfi női labdarúgás, a női kézilabda, meg a vízilabda, annak ott kell lenni a BL-ben évről évre. És akkor még nem beszéltünk a jégkorongról, hogyha végre hazát kaphatna a jégkorong, mert ez az egésznek a kulcsa, hogy akkor lehetne igazán fejleszteni jót, hogyha hazát kaphatna, akkor micsoda lehetőség lesz ez. A eredményekről röviden, ugye ez aranyeső hulliklánk, ahogy a nótában is benne van, tehát nagyon komoly év van mögöttünk. Először is a női kézilabda bajnokok lettünk. Azért ki gondolta volna, hogy abból a sok milliárd forinttal többől gazdálkodó Győrt azt mi meg tudjuk verni? Már előtte is húzogattuk a bajszukat, mert ott csak egy gólon múlt, hogy nem lettünk bajnokok. De azért csak berántottuk egyszer, mert az mégiscsak ez a Ferencváros. Én mindig mondom a polgármesternek, hogy figyelj ide, és nekem van is egy célom, és ezt nagyon komolyan gondolom, hogy nekünk bajnokok ligáját kell nyerni. Egy csomó mindennel együtt fog ez járni, mert ott a koncepciót föl kell adni, mert azt nem lehet úgy, hogy csak 4 külföldit alkalmazunk. Ugye most megragadtunk ennél, és ez persze a magyar válogatottnak is közben a szívem fáj, de ha bajnokok ligáját akarunk nyerni, akkor ott egy kicsit több külföldit kell beengedni a csapatunkba, de bajnokok ligáját akarunk nyerni. Körülbelül 2026-ra, amikor az infrastruktúra fejlesztésünk készen van, addigra oda kell érni, hogy a Ferencvárosról úgy beszélünk, mint egy bajnokok ligája esélyes csapatról. Most is úgy beszélünk, mert nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy bejussunk a legjobb 4 közé, és azért itt mondjuk Budapesten egy Final Four-t játszani, amikor kim van egy 8-10 ezer fradista, és ott az egy más dimenzió. De ez van a fejemben, hogy nekünk bajnokok ligáját kell nyerni addigra. És a polgármester úrnak mindig szoktam mondani, hogy mi fele annyiból meg fogjuk csinálni, mint ti. És ebben én egészen biztos vagyok. A férfi kézilabdában is közel vagyunk a kitűzött célhoz. Ugye azt beszéltük itt néhány évvel ezelőtt, amikor belefogtunk a férfi kézilabdába, hogy a dobogón kell lenni, negyedikek vagyunk jelentem. Egy tehetséges csapatunk van, két játékost adunk a válogatottba, gyorsak, mint a villám, olyan akarat van bennük, hogy az valami pedig a játéktudásuk, a fiatalkoruk ellenére történik mindez. Mert ez mégiscsak a Ferencváros. És aztán persze a játéktudás, majd ez az akarat, ez a játéktudást is magával fogja hozni. A vízilabdában olyan furcsa, hogy csalódásként éltük meg a tavalyi évet, nem? Mert nem nyertük meg a BL-t. Mert csak BL döntött játszottunk, és még csak egy ezüst jött el onnan. Meg hogy harmadikok lettünk a magyar bajnokságban. Hogy kevésen múlt mindegyik. De így vagyunk vele, hogy micsoda csalódás az, hogy nem nyertük meg a bajnokok ligáját. És most egy nagyon szép átalakulás zajlik a labdarúgásban, nagyon sok fiatallal, egy-két gerincet megtartva, nagyon sok fiatallal, és megint fantasztikus teljesítményt mutatunk. Ugye a 6 válogatott, negyedszer nyertük meg a Magyar Kupát, by the way, sorozatban, tehát 4-szer egymás után kupát nyerni azért az kevés csapatnak sikerül, és azt is tegyük hozzá, hogy 6 válogatott játékosunk van, ezzel aztán 6 érmet hoztunk haza az olimpiáról, csak a vízilabda révén. Egy embert szeretnék a vízilabdából kiemelni még, hogyha nem haragszanak meg, az a Varga Zsolt személye. Mert ilyen hosszú ideig a Ferencváros billegős kispadján a vízilabdában még nem ült senki. Fantasztikus eredményei vannak, de ezek mind másodlagos dolgok. A Zsolt egy kiváló édesapa. Tehát az ő gyerekei azok allergiával küzdenek, a Zsolt főz nekik. A Zsolt tanítja őket, ott ül velük. Tehát ilyen teljesítmény mellett azért az látjuk rajta, hogy egy megszállottként szereti a Ferencvárost, és mindent kitalál, hogy mi nyerni tudjunk a medencében. Közben kiváló édesapa, és talán ez még nagyobb teljesítmény, mint amit a medence szélén mutat nekünk. A hokiban megnyertük a 28. bajnoki címünket, de a tovább lépés csak akkor, mindenkinek mondom, csak akkor, hogyha lesz otthonunk, és lesz házunk, és lesz pályánk, és akkor egy dimenziót fogunk, mert az egész hoki másként fog kinézni. Én Svédországban voltam néhányszor jégkorong meccsen, tehát ott az egy más show. És az új Fradivárost már úgy építjük föl, hogy olyan jégpályánk legyen, ahol ez egy show lehet, és ahol sokan ki tudnak menni meccsre. Ez persze nagyon sok nehézséget fog jelenteni, mert majd hétvégén figyeljék meg, hogy úgy összecsúsznak a meccseink, hogy ott nagyon sok koordinálást kell majd a szövetségekkel csinálni, hogy mondjuk meg lehessen azt csinálni, hogy már délután 2-től játszunk meccseket egész este 8 óráig, és oda el tudjanak menni a szurkolóink. A futszált megszüntettük az idén.
névhasználatunkból nekünk ez nem jön be valahogy, tehát nekünk ott tulajdonosnak kell lenni, ott bele kell tudni szólni a dolgokba, úgyhogy arra gondoltunk, hogy mi ebből kilépünk. Az Atlétika az idén történelme során először nyert csapatbajnoki címet, a Babi néninek itt is szeretném megköszönni a kitartó és álhatatos munkáját, meg az egész csapatának. Úgy nyertünk csapatbajnoki címet, hogy megvertük az Újpest és MTK közös csapatát. Úgyhogy két boldogság egyben is megtörtént. Úszásban 3 olimpiai versenyzőt adtunk. Ugye az úszásról úgy beszélünk, mint egy nyereséges szakosztályról. Ez kifejezetten nyereséges szakosztály. Tehát lehet az úszást úgy üzemeltetni, hogy nyereséges a szakosztályod. És van 3 olimpiai versenyzőnk, a Verasztó Dávid negyedik lett, és a Mihályvári Farkas Viktória, ő pontszerző helyen végzett, 6. lett. És azt gondolom, hogy fogunk róla még, fogunk egy tüneményes gyerek, egy élmény vele beszélgetni, úgyhogy szerintem fogunk a későbbiekben hallani róla. A kajakkenúban meg csak annyit kell mondanom, hogy Kozák Danuta. Tehát amit elétettek, mindent megnyert. Persze valamelyik nap néztem vele egy riportot, persze sokkal bonyolultabb, mert mindenki azt mondja, hogy neki csak bele kell ülni a hajóban, de nem. Hát az egy igazi bajnok. Nagyon sokat kell tőle tanulni hozzáállásban, mentalitásban és mindenben. Úgyhogy egy évben nyerni Európa-bajnokságot, világbajnokságot, meg olimpiát, azért ez nem egy kis dolog. És ezáltal a mi kajak szakosztályunk is vonzó lett, tehát nem csak az eredmények szempontjából, hanem a brand szempontjából is nagyon fontos volt őt leigazolnunk, és van egy Fekete Dorina nevű 23-as Európa-bajnoki versenyzőnk is, akiről szerintem hosszú időn keresztül fogunk hallani még. A birkózásban pontszerző helyen végeztünk, mert Muszukájev Izmail 5. lett az olimpián, és Vánca István is U23-as EB-t nyert. Tehát ott is benne van az, hogy a szakosztály az szép eredményeket fog hozni. Korcsolyában Liu testvérek, ki gondolta volna egyszer, hogy Korcsolya szakosztályunk lesz, aztán úgy beszélünk róla, hogy itt minden megy, hogy most is várjuk az olimpiát, és az olimpiára már úgy gondolunk, hogy a Liu gyerekek azok ott érmeket fognak hazahozni biztosan. Egyébként is címvédőként mentek, ugye az előző olimpiáról azt hiszem hazahoztak 3-at, ha jól emlékszem, tehát hogy ez egy fontos dolog, február 4-én kezdődik az olimpia, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ott hogy lesz. A tornában ami Balázs Krisztiánunk, aki megint egy fiatal, zseniális gyerek az edzőjével együtt megsérült, és az idén nem hozta azt, amit egyébként a tudásában benne van, de a tornának más szempontból is jelentősége van. Szerintem a torna az minden sportnak az alapja. Tehát ha lehetne még egyszer lehetőségem gyereket nevelni, akkor 4 éves korától 6 éves koráig, 7 éves koráig tornáztatnám, mert olyan mozgáskoordinációt tanulnak a gyerekek, ami elengedhetetlen a többi sportban. És óriási jelentőséggel bírnak. Ráadásul egy nagy szakosztályról van szó, nagyon sokan járnak oda, és aztán utána majd azt kell nézni a torna bánatára, hogy ki az, akit onnan el tudunk vinni esetleg majd följebb, de ott olyan mozgás kulturális alapokat szereznek, ami később jó lehet. Tekében 17 év után női bajnoki címet szereztünk. 17 év után, az se egy kis dolog. Évekkel ezelőtt felújítottuk a Tekének az otthonát, és az most tényleg úgy néz ki, mint nem valami ilyen elhagyott, ilyen rossz 80-as évekbeli tekepálya, hanem tényleg egy európai kinézet lett. Curlingben a férfi csapatunk bajnokságot nyert. Vívásban a Szemes Gergő, megint csak egy fiatal ember, akiről nagyon sokat fogunk hallani, tüneményes bácskai gyerek, és 18 évesen megnyerte a férfi bajnokságot vívásban. A akrobatikus tornában Király Jászmin, fiatal gyerek, korosztályos 7. helyezést ért el az EB-n, és nagy nemzetközi versenyeket is nyert. Ő is egy szép utánpótláskorú gyerek. Triatlonban egy Bennett nevű kisfiú, egy zseniális pofa, az megnyert mindent, amit elétettek. Fiatal kis rác, de az összes magyar bajnokságot megnyerte. És megint egy olyan jó érzés, hogy van egy olyan fiatalunk, akit oda küldünk, azt olyan természetességgel nyeri a bajnokságot, mint ahogy mi levegőt veszünk. Kerékpárban is van egy U15-ös kis Viktória, aki triplázott, 3 magyar bajnoki címet szedett össze. És a szinkronúszásban, bunyóban, tornában nagyon-nagyon sok kis gyereket nevelünk, ami egy boldogság számunkra. Női futballban magyar bajnokok lettünk, és magyar kupa győztesek. És utána nem tudtunk tovább menni a BL-be, mindig az utolsó pillanatban megbotlatunk. És azért aztán a legnagyobb fájdalommal és tényleg lelki problémákat okozva, de a Dörnyei Balástól megvártunk.
aki egy rendes radista volt, tényleg 10 éve olyan nehéz körülmények között is velünk dolgozott, ami igazán megérdemelte ezt a türelmet, de azt gondoltuk, hogy váltanunk kell, mert nemzetközi szinten nekünk föl kell tudni lépni. És váltottunk a Vágó Fanni, aki játékos edző lett. Hát kíváncsi vagyok, hogy megy neki. Egy nagyon jó beszélgetésünk volt, mert eljött hozzánk, és mondtuk, hogy Fanni, akkor hát te lennél az. És mondja, hogy hát, és akkor kinek kell beszámolni? Mondtuk, hogy hát te vagy a vezetőedző, hát magadnak. És úgy látom, hogy most már kezd belejönni ebbe a dologba, és elég jól néz ki a csapatunk. Sokat változtatott rajta, és hát majd meglátjuk, hogy hol tudunk segíteni. A Fanniban nagyon nagy nyitottság van arra, hogy a felnőtt NB1-es keretünknek az erőnléti stábjával együtt dolgozva egy csomó mérést behozon a labdarúgásba, egy csomó elemzést behozon a labdarúgásba, ami az ő munkáját segíti. Férfi labdarúgás. A NB3-ban a fiatalokkal, ugye az volt a koncepciónk, hogy indítsunk el egy második csapatot az NB3-ban, de oda ne idős játékosokat tegyünk. Mondjuk van egy ilyen fiatalember, egy Leo nevű csávó, aki velünk játszik. A múltkor az öreg fiú bajnokságot nyert, és oda mentem hozzá, mondom, Leo, gratulálok. Azt mondja, mihez? Hát mondom, a bajnok, jaj, az majd jövőre jön neked. De aztán én még most is játszik, és kiválóan játszik egyébként, most már nem is tudom, 38 évesen, kiválóan játszik az NB3-as csapatunkba, és tartást ad a csapatnak, de egy csomó fiatalember tettünk be mellé. És itt szeretném megköszönni a Hajnal Tominak is azt a fajta kiállását, hogy azt mondta, hogy ezt így kell csinálni a Keller Jocéknak, az összes utánpótlásban dolgozó edzőnek, hogy azt mondták, hogy játszassuk őket feljebb. És 16, 17, 18 éves gyerekek játszanak NB3-ban férfi meccseket, ugye felnőtt labdarúgókkal kell ütközniük, és szerintem nagyon-nagyon sokat fejlődnek. Így történt meg az, hogy a tavalyi NB3-as csapatunkból 6-7 gyereket NB2-be kölcsön tudtuk adni, és javarészük játszik is. Ugye nagyon sok utánpótlás válogatottunk van, ahol azt gondoljuk, hogy a Ferencvárosban vezető úgy vezet, hogy megmutatják NB2-ben, hogy ők kimagasló tehetségek, és akkor lehet játszani majd az NB1-be is, csak meg kell mutatni. Most egy rövid zárójelet nyitnék. Tehát azt nem elég, hogy mi akarjuk, hogy ők jó futballisták legyenek. Nem elég, hogy jó pályát adunk nekik, hogy fantasztikus felszerelést, minden évben kapnak egy nagy táska, ruhát, cipőt, mindenben ki vannak szolgálva. Nem elég az, hogy megszerveztük azt, hogy minden meccsüket fényképezik, hogy ők az Instagramra, meg a Facebookra ki tudják tenni a meccsképeket. Ez nem elég. Hanem ezt nekik is kell akarni. Most 3 példát szeretnék mondani önöknek, ami remélem mind a 3 eszembe jut. A David Beckham minden edzés után levette a csukáját, pedig egy fantasztikus, most már Sir David Beckhamről beszélünk, Sir David, minden edzés után levette a cipőjét, és 50 szabadrúgást rúgott mezítláb, hogy jól érezze a labdát, minden edzés után. Pedig már világsztár volt. Az Oroszpali elmesélt egy történetet, hogy a Ronaldinho nevű világsztárral elmentek vacsorázni. És a Ronaldinho-nak mondja, hogy te micsoda fantasztikus labdaérzéked van. Hogy ez micsoda Isten áldotta. Azt mondta, hogy nem Isten áldotta. Mi a bátyámmal úgy mentünk be edzésről mindig, hogy az edzés után leálltunk egymással szemben néhány méterre, és 500-szor egymásnak kellett a levegőben passzolni a labdát, és ha 470-nél leesett, akkor mi kezdtük előről. Azt mondta, hogy semmi, gyakorlás. És hogyha megnézzük a Cristiano Ronaldónak a hasizmát, az nem tetoválva van rá, hanem az valódi hasizom. Pedig egy világsztár, pedig 37 évesen még mindig a világ tetején futballozik, de azért, mert nagyon akarja. Mi mindent megadunk, a tehetséget, tehát ennek az 5-7 gyereknek, aki most NB2-ben van, mindegyiknek megvan a tehetsége, futógyorsasága, mindenük megvan hozzá. Az a kérdés, hogy akarják-e. Hogy ránézze egy Zubkovra, és azt mondja, hát, ezt a csávót, ezt én innen kinyomom a csapatba, az biztos. Ez nem érdek, hogy egy ukrán válogatott, én ki fogom szorítani innen. Ezt az akaratot kellene beléjük nevelni, ezt az akaratot kellene hozni, hogy mindegy, hogy ki van, mert az a legkönnyebb. Úgyse férek be, itt úgyse fogok játszani mögötte, de akarjad, hogy beférje. És az megsérülhet, a Horváth Api bácsira gondolok, aki úgy játszott egy fontos mérkőzést, hogy előtte még 2 jobbek volt, vagy mind a kettőt lerúgta az előző edzésen a meccsen, de nem érdekes, tehát van megoldás, azt akartam mondani, van megoldás, hogy az ember mégiscsak címeket tudjon elérni, de neki ott kell lenni, akarni, gondolkodni rajta, úgy étkezni, úgy pihenni, minden idegszálával ezen gondolkodni. Nem az a fontos, hogy milyen tetkója van, milyen csaja és milyen autója, mert utána már, amikor nagy sztár lesz, mindene meg lesz. És itt egy döntő változást kell elérnünk valahogy, még nem tudjuk még pontosan mi sem, nagyon sokat gondolkodunk rajta, meg filozófálunk, hogy lehet ezeket a gyerekeket ezekből fanatikust csinálni. Most 4 vagy 5 fiatalunk megy az edzőtáborba.
az első kerettel. Ott van a lehetőség, csak csinálják végig. A nagyon érdekes beszélgetése volt még a Péter Stögernek a Regővel. Azt mondta neki, hogy ki játszik a helyeden. Azt mondja, a Zakariasszen. Azt mondja, 13 kilométert fut meccsenként. Fussál te is annyit. És véget ért a beszélgetés. Csak egyszer próbálják meg, hogy milyen 13 kilométert futni minden meccsen. És akkor utána nem lesz kérdés, hogy ez a gyerek úgy akarja, mint bárki más. NB1-ben harmadszor lettünk bajnokok, és harmadszor kerültünk csoportkörbe, és élen állunk a bajnokságban. Úgyhogy nem mi vagyunk a legnagyobb költségvetésű NB1-es klub. Talán másodikok, de lehet, hogy harmadikok vagyunk a költségvetésünk terén. Pont a múltkor Csányi elnök úrral volt egy beszélgetésem, ahol ez kiderült, és ő nagyon rácsodálkozott erre az egészre, hogy van néhány olyan klub, akinek nagyobb a költségvetése, mégis megelőzzük őket. Innen nagyon nehéz látványosat ugrani, vagy látványosat fejlődni. Most már olyan természetes, nem? Megnyerjük a bajnokságot. Hát az olyan elvárás, mintha azt mondanánk, hogy oké, és holnap reggel cipőt kell húzni, hogy kimenjünk az utcára. De ez nem így van. Tehát mindig meg kell szenvedni minden bajnoki címért, és minden kupába való bejutásért meg kell szenvedni. Én csak a prágai meccsre emlékszem. Én csak arra, tehát ha létezik kínlódás, amit ott fölkoptatta a háló a hátunkat, de mégis tovább jutottunk. Jegyzem meg a Péter Stögerrel. De nekünk az a célunk, hogy itt felfejlődjünk Európában, vagy megőrizzük ezt a helyünket, vagy erősebbek legyünk a Dinamo Zágrebnél, erősebbek legyünk mondjuk a lengyel bajnok csapatnál, vagy a bajnok csapatoknál, ott azért van némi változás, erősebbek legyünk a Slavia Prahánál. Nekünk ezek a Cevenas Zvezdánál, nekünk ezek a Partizan Belgrádnál, hogy ezek a céljaink, hogy nekünk erősebb csapatnak kell lenni, de nem csak úgy nagyjából, hogy amikor kimegyünk a pályára, akkor azt mondjuk, hát lehet eső, lehet dér, majd meglátjuk, hogy alakul. Nem, nekünk ki kell menni, és ezeket a csapatokat le kell rendezni. Akkor van esélye a Ferencvárosnak tovább menni. Azért van esélye a Ferencvárosnak akkor tovább menni, mert bár kisebb költségvetésű csapat lesz, de olyan nemzetközi meccseket játszik, meg olyan brand lesz, hogy a külföldről, keletről, vagy akár Dél-Amerikából nagyon sok játékos lehet majd idehozni és beintegrálni a csapatba, és aztán utána el tudnak menni innen. Akkor is ez a célunk, hogyha néha a túlfizetett kollégák vannak az NB1-ben, akik többet képzelnek magukról, vagy azt gondolják, hogy a klub fölött állnak, akkor is, amikor járvány van, és akkor is, amikor teljesen átalakul a piac. Ugye az elsőről csak annyit, hogy mi komoly emberek vagyunk, tehát ha valaki el akar menni tőlünk, és ezt bejelenti, akkor én nem fogok könyörögni, mert az hogy néz neki. Leülünk, megbeszéljük, és hogyha vannak észérvek, kell változtatni valamint, de ezt a klubot én sose fogom hagyni zsarolni, soha. Mert az egyik elkezdi, akkor jön a következő. Ha elkezdi megzsarolni, akkor jön a következő kérés, és aztán utána mi nem vagyunk itt senkik. Ezért aztán én ezt sose fogok ebbe belemenni, bármennyire fáj a szívem. Úgyhogy edzőt váltottunk. Közben nagyon érdekes dolog, mert az európai piac is átalakul. És gondoljanak bele, az idén történt meg a Superliga kiírásának kísérlete, ugye, vagy nem régiben volt, hogy néhány csapat kilép az európai mostani versenyből is elindít egy másik sorozatot, és ahhoz aztán oda semmi közünk nem lett volna. Tehát a remény is elment volna egy olyan klubnak, a Ferencvárosnak, hogy egyszer majd Európa Liga döntőt fogunk játszani. Pedig mindig egy kicsit kacsingatunk, mindig gondolkodunk, majd mondok rá példát, mindig gondolkodunk, hogy hát ha egyszer sikerülne egy kicsit tavasszal megmaradni, aztán utána egy-két meccset nyerni, és hát ha egyszer sikerülne oda kerülni. Mint ahogy volt erre már példa Európában, amikor kegdöntőt játszottunk például. Közben egy csomó bajnokságban tönkrementek gazdaságilag a csapatok, így van a spanyol élvonal, így van a portugál élvonal, és így van az olasz élvonal is. Stabilak az angolok meg a németek. És hatalmas hiteleket vettek fel, kicsit hasonlít az egész a 2008-as ingatlanválságra, ami történt az Egyesült Államokban. Hatalmas hiteleket vettek fel, bődületes pénzekért igazoltak játékosokat, és iszonyatos fizetéseket adtak. A Messinek a fizetése, még a Barcelonánál az utolsó évben, az 30 milliárd forint volt évente. A Ferencváros költségvetése az 12 milliárd forint. Tehát egy játékos 30 milliárd költség. Nem lehet kitermelni. Azt nekem nem mondja senki, hogy ez bármiféle bevételből bejön, mert nem jön be. Hiába nyernek BL-t, bajnokságot, nem lehet kitermelni. De hiteleket lehetett fölvenni rá.
És vettek fel újabb hiteleket, és újabb horribilis pénzekért igazoltak játékosokat. És az egész most ott áll, hogy be vannak szakadva. A Barcelona 1,6 milliárd, a Real Madrid több mint 1 milliárdos adóssághalmaz tol maga előtt. Ezért akarták az Európa Ligát, mert tulajdonképpen ezek a csapatok az olaszokkal együtt csődben vannak. Az olasz első öt csődben van. Nem is tudnak játékosokat vásárolni, és ebből adódik még egy dolog, hogy szerintem éveken belül a Tomival nagyon figyeljük, hogy éveken belül át kell, hogy alakuljon a játékos piac. Mert nem lehet eladni játékosokat, mert látom, hogy nagy sztárjátékosoknak ezek a vezetőklubok nem hosszabbítják meg a szerződéseit. Azért nem, mert nem tudnak annyit fizetni már nekik. És persze egy részét föl fogja szívni az angol piac, egy részét föl fogja szívni majd a német piac, meg egy részét az arab és a kínai piac, de aztán utána a többiek itt maradnak. És nekünk nagyon észnél kell lenni, hogy most mennyire igazolunk játékos, sokkal kisebben játszunk, nem igazolunk 40 millió eurókért játékost, de 1-2 millió eurónak a kidobása, azért mégiscsak 700 millió forintról beszélünk mondjuk, vagy 750 millió forintról. Tehát 1-2 millió játékosnak az eladása, vagy illetve megvétele, az bődületes pénznek számít, és lehet, hogy jövőre már fele annyiért lehet olyan típusú játékos, vagy olyan kvalitású játékost venni. Ezért aztán szerintem a spanyol meg az olasz futball menthetetlen, én nem tudom, mit fognak ott kitalálni. Látom, hogy arab befektetők közelednek, akik megvette a Newcastle United-et, az megy, úgy látom, az Interhez is, és akkor ott megvesznek egy csapatot, de és a többiekkel mi lesz? Mert azok mind kukák, halomra fognak verni mindenkit. Csak megjegyzem, hogy a fickó, aki megvette a Newcastle-t, és most az Inter felé közelít, az nem sokkal a Paris Saint-Germain tulajdonos egy rendkívül gazdag ember, 10-szer annyi pénze van, mint a Paris Saint-Germain tulajdonosának. Tehát neki ez egy ilyen peanuts, egy ilyen apró pénz, amit ott kidobál érte. És ezért aztán nekünk nagyon, nagyon oda kell figyelnünk. No, edzőcsere. Tehát a Stöger az én hibám. Én nagyon szerettem volna Nyugat-Európához tartozni. Azt akartam, hogy jön hozzánk egy olyan szakember, aki egy nyugat-európai vezető klubot már vezetett. Aki mondjuk a német Bundesligában megállta a helyét. És leültem, és egy fantasztikus intellektussal találkoztam. Fantasztikussal. Minden tud a labdarúgásról, nagy szaktudás, okos ember, de nem a keretünkhöz való. És én most megint tanultam, 10 év után is megint tanultam valamit, hogy az edző kiválasztásánál nem csak azt kell nézned, hogy milyen szaktudással bír, hanem hogy neked milyen kereted van. És a mi keretünk az ilyenfajta finom embereket úgy látom, hogy nem respektálja. És nagy kár érte. Olyan fájdalom volt elbúcsúzni a Pétertől, hogy azt el nem tudom mondani. A legfájdalmasabb. A Bruckner Laci sorsán volt könnyű, de a Pétertől nagyon nehéz volt. Azt is meg kell, hogy mondjam önöknek, hogy azért mégiscsak kiverte a Slavia Prahát. Meg akkor az akkori piacon ő volt a legmagasabban, magasabban értékelt edző, tehát amikor nekünk edzőt kellett váltani. A Covid ellenére mi itt jöttünk, mentünk egész Európában, beszéltünk mindenféle olaszokkal, nem beszéltek nyelveket, tehát ezek mind, ugye nekünk bocsánat, hogy ilyen részletekbe belemegyek, de nekünk az öltözőben a nyelv az angol, mert nem tudom, 17 válogatott játékosunk van, és van 10 vagy 11 nemzetből. Tehát ott valami központot kell találni, és a magyart elég nehéz, a kínai után talán még egy kicsit nehezebb is megtanulni. Tehát, hogy nagyon, nagyon nehéz az angol a központi nyelv, de ha valaki nem beszél angolul, akkor az nagyon nehéz odahozni. Most váltottunk edzőt, és a Stanislavval megállapodtunk, a Csercsaszovval. Nehéz megállapodás volt, de azért azt hozzá kell tennem önöknek, hogy ő 2018-ban a világ 10 legjobb edzője között volt. Tehát ugye a Fradiban mindig az a kérdés, hogy az edző érte hozzá. Tehát ha az UEFA rangsorban ő a 9. volt egyébként, ez a 2018-ban, akkor azt gondolom, hogy ért hozzá. Egy 5-tagú stábot hoz magával. Nagyon komoly embereket, orvosokat, erőnléti vezetőket. És a költségei körülbelül úgy néznek ki, mint ahogy a Rebrovnak kinéztek a költségei. De ha oda akarunk kerülni, ha mi egyszer szeretnénk komoly eredményeket elérni, akkor szükségünk van egy ilyen edzőre, úgyhogy epekedve várom, hogy már jöjjön és dolgozunk. A hozzáállásáról csak annyit, hogy a Hajnal Tomival minden nap egyeztetnek telefonon, minden nap. Tegnap is pedig évvége van, de még tegnap is beszélgettek játékosokra erről arról, tehát egy elég impulzív ember. Szurkolói elvárásokról. Ugye minden szurkoló azt mondja, hogy hát BL csoportkör, meg bajnoki címet kell nyerni, de ez az előbb is mondtam, ez nem természetes dolog. És mi vagyunk Európában szinte a legkisebb költségvetésű csapat. Tehát úgy állunk most itt, hogy jövőre, hát az Európa Liga az a minimum, nem?
Hát anélkül, mert micsoda csalódás lesz, az egész évünk tönkre lesz téve, hogy de Európában most is az Európa Liga mezőnyt nézzük, akkor talán három olyan csapat van az egész Európa Liga mezőnyben, akinek kisebb a költségvetése, mint nekünk. Most persze mi azért vagyunk fradisták, hogy ezeket megoldjuk, meg ne foglalkozzunk ezzel sokat, mert a csapata fontos, mert nem a pénz futballozik a pályán, de azért mégiscsak ez valamit elmond magáról. Akkor is a BL lesz a célunk, és mindenki mondja meg, a szegény oroszpalit évekig kínoszták, hogy csoportkör párnak hívták, de én mindig BL-ről fogok beszélni, és amikor itt a stábon belül is itt az előselejtezőket játszottuk, és akkor mondták, hogy jó, az Európa Liga is jó lesz, mondtam, hogy nem lesz jó. Tehát nekünk BL-t kell nyerni, nekünk, vagy a BL-be kell jutni, a csoportkörbe kell jönni. Onnan majd tavasszal jó lenne tovább jutni, legalább egy Európa Ligába játszani tavasszal. Micsoda érzés lenne most itt állni és azt mondani, hogy hát van még egy európai meccsünk. És majd meglátjuk, hogy mi lesz, hogy meg tudjuk csinálni. Mert nekem mindig az jut eszembe, hogy van a Trója című film, aminek a Brad Pitt, az első jelenete az, hogy a két sereg áll egymással szemben, és a Brad Pitt ott áll egy ilyen kis ágyékkötőben, egy késsel az oldalán, és a másik seregből is kilép egy harcos, aki 2 méter magas, csupa páncél, tetőtől talpig, és nagy sisak van rajta, és a Brad Pitt elkezd felé futni őrületes erővel. És amikor odaér hozzá, akkor fölugrik egy jó 60-70 centit, és ide a páncél, és a sisak közé oda beszúrja a kését. És szerintem ez a Ferencváros, hogy nekünk kell keresni azt a rést, hogy persze mi végigvédekezzük az egész meccset, mi olyanok úgy fogunk közdeni, mint az állat, de egyszer azt a rést ott megtaláljuk, és akkor kicsinálunk benneteket, mint ahogy a Celticet kicsináltuk, mint ahogy a Szláviát kicsináltuk, hogy nekünk ezen kell gondolkozni, ehhez kell játékosokat, ehhez kell karaktereket keresni, és nekünk ez a célunk mindig. Most a szurkolókról, itt a vége felé a Európa 10 legjobb szurkolói csoportja közé választották a mi ultráinkat. És én azt szeretném innen is üzenni nekik, hogy rengeteget fejlődtek, és nagyon jó irányba mennek a dolgok. Most persze ez, bocsánat a feleségemtől, de ez olyan, mint a házasság, sosincs tökéletes boldogság. Tehát mindig lesz velük valami, mindig pirotechnikáznak meg minden, de például a trágárságnak az aránya az lement egész 30 vagy 25%-ra. És nem is a trágársággal van talán a baj, hanem az obszenitással. Tehát a szexuális tartalmú dolgokkal. Ha ezt ki tudjuk szűrni az egészből, mert nem azt kérem tőle, hogy szívecskéket dobáljanak az ellenfél szurkolatából felé, mert szerintem jó ez így, ahogy van, hogy ők is zöld majmoknak neveznek, mi meg lila majmoknak hívjuk őket, és szerintem ez így tök rendben van. Csak ne legyen obszén, mert akkor nagyon nehéz gyerekeket kihozni a meccsre. És hogyha nem tudnak kihozni gyerekeket ide a meccsre, akkor itt meg fog szűnni a Ferencvárosnak a közönsége. Mi ezt méregetjük itt közvéleménykutatásokkal. Most ez a gap kijött belőlünk, de volt egy olyan időszak, amikor pont ezért, mert erőszak volt a pályán, a pálya környékén, nem tudtak kijönni családok. Tehát nekünk törekedni kell arra, hogy kijöjjenek, mert akkor azok a büdös gyerekek is, amikor majd meccsre járhatnak egymaguk, akkor eljönnek, és amikor majd megházasodnak, akkor el fogják hozni a gyerekeiket. Így tudjuk egybe tartani az egészet, de ha nem jönnek ide ki, ha nem érzik meg ezt a hangulatot, akkor ezt nem tudjuk megcsinálni. Én még egy példát szeretnék elmondani önöknek, a Dinamo Zágrebnek van egy idős elnöke. Tüneményes ember, az Siemensnek volt az európai igazgatója, és nagyon jót beszélgettem vele. És amikor Zágrebben játszottunk, akkor ott ültünk a UEFA vacsorán vagy ebéden, és azt mondta nekem, hogy Gábor, a maguk szurkolói azok olyanok, mint egy hadsereg. Mondta a Dinamo Zágrebnek az elnöke. Tehát ez a büszkeség, amikor ott ül az ember, és azt mondja, hogy mi nem csak a pályán játszunk szervezett dolgot, hanem a mi szurkolink azok olyan szervezettek. Ezt leszálltak ott a vonatról, végigmentek a városon, az egy olyan jó eső érzés volt, de úgyhogy nem verték szét a várost, hanem benne volt az egész megjelenésükben az erő, és szerintem jó arányokat találnak ebben a legmesszebb menőkig. Azt is szeretném elmondani önöknek, hogy a Maccabi Tel Avivvel itt játszottunk egy meccset. Az egész világ azt figyelte, hogy lesz-e valami, ami kivetni való a szurkolásban. Egy szó sem volt. Tehát most már nem csak szívünk van, nem csak erőnk van, hanem eszünk is van, hogy hülyeségeket nem csinálunk egy ilyen meccsen, ami egyébként az egész klubunkat tönkreteszi, és most ebbe bele tudnék menni önöknek, mert ahol egy olyan sztár van, mint a Tóth Botya István, ott az a klub eleve nem lehet kirekesztő. És most visszamehetnék egész a Csabával, pont a múltkor a Tobak Csabával beszélgettünk a klub alapításáról, hogy a Ferencváros volt az, aki azt mondta, hogy itt vallási hovatartozás nélkül is lehet sportolni. 3 dolgot hagytam így a végére. A kereskedelmünket, hogy ebbe a kis fradi shopba itt lent több mint 1000 terméket árulunk.
a jó minőségű dolgokat. 660 millió forintot csináltunk tavaly évben forgalmat. 660 millió forintot. Szerintem az NB1, NB2-t összehagyjuk, akkor a fele lenne körülbelül, amennyit csinálnak ők ilyen forgalomból. És itt egy nagyon jó csapat dolgozik az egész kereskedelmi osztályunkon, és állandóan azon gondolkodnak, hogy hogy lehetne fejleszteni. 6000 meszt adtunk el tavaly, 6000 meszt. Most tudom, persze a Chelsea-hez képest, vagy egy Real Madridhoz képest ez egy apróság, de azért Magyarországon ennyi meszt komoly pénzért nagyon, nagyon kevesen adnak el. És két dolgot csináltunk még egyrészt, ugye nyilván a járvány hatására is 30% lett a webeladásunk, ami szerintem innen nem fog megállni, föl fog menni 50-60%-ig is, hogy az interneten értékesítünk dolgokat. És csináltunk egy nagyon jó kollekciót a Retroval, ami egy utcai ruhamárka, és szégyellem, mert mindenki a Retro zakójában van, csak én nem, elfelejtettem fölvenni. De egy kifejezetten jó együttműködés, és ez szerintem egy komoly dolog. A médiáról csak annyit, ugye a média a mi szabadságunk. Tehát ha nekünk van médiánk, akkor mi szabadunk vagyunk, akkor emlékszünk még arra, amikor Blick meg Nemzeti Sport rángattak minket, ahová akartak. Megírtak mindent, ami nem volt igaz, és mi nem tudtuk cáfolni. Ezért aztán nekünk most van egy olyan médiarendszerünk, ahol ilyen napi 20-30 ezer embert el tudunk érni minden nap. Tehát napi rendszerességgel 20-30 ezer emberrel tudunk kommunikálni. És ott el tudjuk mondani a valóságot, azt, amit mi komolyan gondolunk. A közösségi médiában, a Facebookon 270 ezer követőnk van, és elnézést az idősebbektől a TikTokon, ami mondjuk a felhasználói közössége az a 16 éves korosztály, körülbelül ott már 50 ezer követőnk van. Tehát a mi munkatársaink fantasztikus munkát végeznek ebből, és átalakítottuk a Fradi Match applikációnkat is, amit mobiltelefonról valaki tud rendelni ételt magának, tehát a büféknél levő sorok, ami évek óta probléma volt, hogy a szünetben negyed óra alatt nem lehet megetetni ennyi embert, most már onnan a székedből meccs közben is meg tudod rendelni a kaját, ki tudod fizetni, oda tudsz menni, egy dobozba be van téve, és te el tudod onnan hozni. Ezt a dolgot is megalkottunk az idén. És a Fradi TV, az pedig még mindig a televízió legnézettebb magazin műsora, és körülbelül 100 000 embert ér el minden adás. Ami megint egy komoly dolog, hogy 100 000 emberrel tudunk kommunikálni a Fradi dolgairól. Itt a 10 év alatt nem beszéltem soha a politikáról, de ha megengedik, akkor néhány mondatot mondanék. Ugye ezt mindig mondtam önöknek, nekem a hazám az első. Csináltak annak idején velünk egy kiváló pszichológus, csinált egy ilyen érték felismerő vagy mérő programot, ahol azt mondta, hogy írd föl 10 fontos dolgot az életedből. És akkor fölírtad, én apa vagyok, én nagypapa vagyok, én magyar vagyok, én képviselő vagyok, én Fradi elnök vagyok, nem tudom micsoda. És húzd ki belőle 5-öt, ami nem olyan fontos. Akkor kihúztuk, akkor húzd ki belőle még 2-t, megint kihúztuk, akkor azt a 3-at állíts sorrendbe. És meg kell, hogy mondjam önöknek, hogy nekem a hazám mindig előrébb fog járni a Ferencvárosnál. De most nem a hazámról szeretnék beszélni, hanem a Fradiról, de a politikai kihatásának is erről. Ugye annak a 2 millió embernek szeretném azt üzenni, hogy nem mindegy, hogy mi történik a választásokon. Az a 2 millió ember, aki követ minket most már a méréseik szerint évek óta, és ennyi vallja magát fradistának. Ugye, hogyha tudjuk folytatni a munkánkat, akkor itt folyamatos fejlesztések lesznek, akkor mi úgy beszélünk a sportról, mint a kultúra részéről. Úgy beszélünk a sportról, mint az oktatás részéről. Csak gondoljanak bele, hogy a szülők, egy felmérés szerint a szülők 6 percet tudnak beszélni egy gyerekkel egy nap átlagosan. 6 percet. Most micsoda lehetőséget kapunk, nem? Egy edző egy héten, 5 alkalommal, egy órán keresztül tud kommunikálni a gyerekkel. Hogy ott mennyi mindent lehet megtanítani ennek a büdös gyereknek. Nem is közvetlen, tehát nem is azt mondani, hogy jó, hát sokat kell dolgozni az életben. De a sport pont erre tanítja meg őket, hogy öcsém, alapozzá, mert a meccsen akkor nem lesz baj. Mint az életben. Tanuljál, készülj fel a dolgokra, mert egyébként nem lesz baj. Hogy tudja alkalmazkodni emberekhez, hogy mégiscsak egy csapatban kell dolgoznod, nem? És hogyha kilógsz az egészből, akkor úgy marha nehéz. Hogy segítsd a gyengét, mert néha a középső védő hibázik, és a jobbek kisegíti, és aztán utána a jobbek hibázik, és aztán a középső védő kikeresztez, és ő fogja segíteni, mint ahogy az életben kellene lenni.
Tehát így aztán a gyereknevelés része lett, és így tudjuk a gyerekeket kicsábítani, sporttal tudjuk kicsábítani a komputerek mellől is. Most, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy volnak, akkor az biztos, hogy Fradi város nem lesz. Abban én egészen biztos vagyok, mert azok, akik tehát a baloldal megnyeri választás, semmi jóra nem lehet számítani. Mert azok, akiknél mindig csődbe volt a Ferencváros, csak nézzenek vissza történelmileg, lehet, hogy véletlen, de szerintem nem. Hogy a baloldali kormányok esetén a Fradi mindig csődben volt, mindig, kivétel nélkül. Amikor nem volt fizetés fél éven keresztül, amikor olyan elaggott volt az infrastruktúránk, hogy a szégyellnivaló volt, amikor eladtak stadionokat, amikor futballpályákat eladtak, és építettek rájuk mindenféle bevásárlóközpontokat, és most 10 év alatt tudtunk visszaépíteni 500 vagy 600 nagyméretű futballpályát. Hogy visszaadjuk legalább azt a lehetőséget a gyerekeknek, hogy tudjanak futballozni valahol. De azok, akik stadionstoppot rendeltek el, azok, akik az olimpia megfúrásában vettek részt nagy erővel, most gondoljanak bele, néhány év múlva itt Budapesten olimpia lett volna, mindenünk kész van hozzá. Mindenünk kész van hozzá. Tehát nem kellene infrastruktúra, megépült szinte mindaz, ami az olimpiához szükséges lett volna. És micsoda bevétel lett volna, és micsoda büszkeség. És én láttam, amikor a franciáknál a Fityó beverte a gólt, akkor az micsoda boldogság volt az országban. Gondoljanak bele, hogy hányszor kellett volna, vagy hányszor lehetett volna örülni egy micsoda nemzeti büszkeséget és öntudatot adott volna, hogy mi meg tudunk rendezni egy olimpiát. És ilyen közel voltunk hozzá, hogyha nem fúrják meg, akkor ma itt arra készülnénk, hogy 2024-ben olimpia van Budapesten. Azok, akik a TAO pénzek elvételéről beszélnek, és csak szeretném mondani önöknek, hogy TAO pénzek 9 éve vannak, 9 éve a Ferencvárosnak egyetlen egy elszámolási problémája nem volt, és azokat a pénzeket mindig arra használta föl. És pontosan látszik a szándék, mert mióta a 9. kerületet és a Budapest fővárost is a baloldal vezeti, nullára csökkentek a támogatások. Előtte sem volt olyan bődületesen nagy pénz, de a Bácskai Jánossal mindig meg tudtunk állapodni, hogy a kerületnek fontos dolgokat hogy tudja ő támogatni, és mi is hogy tudjuk segíteni az ő munkáját, és a Tarlós Istvánnal és a Budapest főváros vezetésével mindig volt egy megállapodásunk, azon túl, hogy a Fradista ugyanúgy az Újpestet is mindenkit segítette, mert a fővárosnak az a dolga egyébként, hogy az egyesületeket próbálja segíteni, de ezeket a dolgokat ezeket mind megfogták. És nyilván a szövetségi támogatási rendszereket is, és ezt is megéltük már, hogy a szövetségek se tudták, hogy a szakszövetségek nem tudták támogatni a rendszereinket. Abban reménykedem, hogy egy év múlva, amikor itt állunk, akkor azt mondhatom, hogy ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta, kicsit hosszúra sikerült, de fontos volt elmondani, ami a szívemet nyomta. Isten áldja önöket, Isten áldja a Ferencváros, boldog új évet kívánok mindenkinek. Nyeres vagyok, és ezennel én is csatlakozom a Telekom mobilvonal programjához. Ha otthon elfekülve van egy nem használt okostelefonotok, ne adjátok porosodni. A kártya, aki tud, felajánlhat egy használt, de még működőképes okostelefon. Akkor azokat a sócére fogjuk tudni fordítani. Én is találtam egyet, ha neked is van. Akkor a mobilvonal.hu megtaláljátok a további részleteket. Szerezzetek örömet másoknak. Én már mobilvonal vagyok. És te? Sziasztok!